Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis tűcske. Ez már nagyon unatkozott a varró ládába, és gondolta, hát ő mégiscsak elmegy valamerre világot szerte nézni. Ahogy megy, mendegél, találkozik egy kutyával. Azt mondja neki, hogy te tűzgobám, hová mész? Hát, elmegyek világot próbálni. Én is veled megyek. Hát, gyere! Mennek, mendegélnek. Találkoznak egy rákkal. Azt mondja a rák, hová mész te tűzgobám? Elmegyek világot próbálni. Én is megyek veletek. Hát, gyere! Mennek, mendegélnek. Találkoznak egy balozsnya tojással, záptojással. Kérdezi a tűtől. Hová mész te, tűkomán? Elmegyek világot próbálni. Én is megyek veletek. Gyere! Ahogy mennek, mendegélnek, találkoznak egy kokassal. Azt mondja a kokas, hová mentek, tűkomám? Elmegyünk világot próbálni, én is megyek veletek. Na hát, gyere! Mennek, mendegélnek, már hetet hét országon is túljárnak. Egyszer beesteledik. És hát körülnéznek, hogy hol aludhatnának meg. De hát egy nagy rengeteg erdőben voltak, nézelődnek, hogy most hol tudnának szállást kapni. Meglátnak egy kis házikót. Na, oda bemegyünk, és kérjünk szállást. Házba, de a ház üres volt. Na nem baj, ha senki sincs bent, azért mink elaludunk csak. Hát, mindegyik elhelyezkedett a maga helyére. A tű beleszúródott a törülközőbe, a palozsnya tojás beleempergett a hamuba, a rák beleült a lavorba, a vízbe, a kakas felült a kerítésre az udvaron, a kutya az pedig a pitvarba feküdt, és így elaludt. Hamar elszenderednek, mert már régóta jöttek. Hát ennek a háznak a gazdája pedig három róka volt. Azok pedig bementek napközben a faluba, hogy tikot lopjanak maguknak. És egyszer csak robognak hazafelé. Az erdőbe a gaj tördelődzik a lábuk alatt. Erre figyelmes lett a kakas. Nagyot kukorékok. Megállnak a rókák, hogy miféle nesz van a háztáján. Na nem baj, szaladnak tovább. Hát, akkor a kutya is észreveszi, az is elkezd ugatni. Újra megállnak, tanakodnak. Mi lehet a háznál? Na nem baj, hát ők az urak a házba, azért ők csak mennek. Hát, amint beszaladnak, a kakas utánuk kukarékol, a kutya pedig mindegyiknek az inába kap és megharapja. Na, rohannak be a házba. Az aztán valami. Mondja a róka fiának, gyorsan keressél parazsat a hamuba, hogy lámpát gyújtsuk, megnézzük, mégis mi van a házba. Hát, nézi a rókának az egyik fia, kotorja a hamut.
A záptojás pedig eldurrant, és szembe durrant vele. Gyorsan szaladt, hogy a vízbe lemossa a kezit a lavorba, ott meg a rák az ollójával, belecsíp a kezibe. Megérje a kezéről lerázni a rákot, hát szalad a törülközőhöz, hogy ott megtörli magát, ott meg a törülközőbe a tű megszúrja a kezit. Utóra ki, szaladjunk, itt már nagy a baj! Elkezdenek a rókák szaladni. Bizony szaladnak. Még talán most is szaladnak, ha meg nem álltak.